Ez az Inanna papnője nekem is egy tanítási anyagom volt, és aztán rájöttem, hogy ez annyira érdekes, és olyan sokan valahogy Enhedwanna kiemelkedett a homályokból, és megjelent. Én nem tudtam, hogy máshol is elkezdtek foglalkozni, de szinte egy időben megjelent Enhedwanna, és nagyon sokan kezdtek vele elfoglalkozni az én ismeretem nélkül, mert számomra az első találkozás 40 évvel ezelőtt volt. Akkor kotoráztam én az ősmúltba, a Mezopotámia is érdekelt, és hát természetesen, amikor az ember kutat, akkor talál olyan dolgokat, amikről fogalma sincs, és ez az ősi költőnő, aki az első volt megnevezve a világirodalomban, mint költő, valami fantasztikus emléket hagyott ránk. Mégpedig egy történelmi pillanatot, azt a pillanatot, amikor a matriarchális társadalmakat vérbe folytják, és a pátriák erőbe emelkednek. Ő maga, Enhedwanna, egy akkád hercegnő volt, Sargon király volt az apja, aki maga is egy nagyon érdekes a karaktere a történelemnek. Minden esetre, mielőtt Enhedwannához fordulok, szeretnék elmondani valamit Ízisz istennőről. Ugye az ő nevét mindenhol máshol úgy írják, hogy is. Az Isten kezdete benne van a nevébe, Ízisz. Mi másképp betűzzük magyarosan, de mindenhol a világban, ahogy az egyiptomiak betűzik, írják, Ízisről van szó. Ez az istennő megfogalmazza mindazt, ami az istennő tulajdonában volt, mint alkotó, teremtő lény. Elmondom nektek az ő történetét, nem mesélem el az egész egyiptomi panteont, csak annyit, hogy a férje Ozirisz volt, akire azt mondják, hogy a testvére volt. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, mert engem mindig elgondolkoztat ez a vérfertőzés dolog, ami benne van a történelemben, ugyanis gondoljuk el, hogy van a család, vagyunk testvérek, van egy törzs, akik egy vérből vannak, és testvérnek nevezik magukat, van egy nemzet, akik testvérként fogadják egymást, és van egy nép, akik azt mondják, hogy testvérek vagyunk. Tehát ez a testvér fogalom nagyon tág. Nem tudom, hogy vérszerinti testvérek voltak, vagy nem, vagy csak annyira közel voltak egymáshoz, hogy így örökítette meg őket a mitológia. Tény az, hogy szerelmes házaspár volt, akit a gonosz Szet tönkretesz. Ezt a házaspárt ketté vágja, mégpedig féltékenységből, irigységből Oziriszt, a szerelmes férjet darabokra vágja. Ezeket a darabokat mindenhol a világban eldugja, eldobálja. Ízisz nem adja fel, Ízisz, aki az élet, aki a halál, aki a teremtő, aki a szülő, aki a tápláló, neki indul a nagyvilágnak, asszonyi sors, hogy összeszedje a férje darabjait. Nos, sikerül is neki. Hosszú-hosszú utat jár meg, nagy nehéz utat, az asszonyi utat, és megtalál minden darabot, egy kivételével, a faluszát. És nem tudja, hogy hol keresse, jön, megy,
kérdezősködik, és akkor azt mondják neki, hogy ott a tengerparton lakik egy királyasszony, aki lehet, hogy tudja, hogy hova tűnt a fallusz, de hát azért neked valószínűleg valamit tenned is kell. Hát elmegy a tengerpartra, beköszön a királyasszonyhoz, akinek éppen kisbabája van. De nincsen teje. Nem tudja táplálni. Ízisz azt mondja, hogy én keresem a férjem hímtestét. Nem találom. Tudod, hol van? Azt mondja, tudom, hol van, de hát azt hiszem, hogy azt már te se fogod megtalálni. Hát csak mondd meg nekem. Megetettem a gyermekedet. Etetem, amíg megerősödik. Csak mondd meg nekem a titkot. És a királyasszony megköszöni, odaadja a kisdedet. Ízisz táplálja, megerősíti a csecsemőt. Mikor a gyerek a lábán áll, akkor azt mondja neki, a férjed hímteste annak a fűszfának a gyökerei közé lett elrejtve. Menj el a folyóhoz, és beszélj a fűszfával. El is megy, beszél a fűszfával, azt mondja a fűszfa, hát, Isten asszony, valóban, ide rejtette el Seth, tehát azt már én rég feléltem. De mondok neked valamit, adok egy darab gyökeret. Azt a gyökeret használt fel szimbolikusan a férjed testéhez, mielőtt eltemeted tisztességgel. Megköszöni a gyökeret, hazaviszi Ízisz, és a férje lábai közé fekteti, és csoda történik, Ozirisz hímteste gyönyörűségben felemelkedik, Ízisz szerelmesen meglovagolja a férjét, és Hórusszal áldott állapotba kerül. Élet és halál az Istennő birtokában. Hórusz fiúgyermek, de nagyon érdekes módon borzasztóan hasonlít a természete, a tanítása Jézuséra. Olyan fajta ember, olyan jóságos, művészeteket szereti, embereket szereti, gyógyítani tud, stb. Szinte Jézust látjuk Hórusz személyébe, és a sólyom madár az ő jele, mint Jézusnak is a sólyom madár. És ahogy Hórusz felemelkedik, mint ez a gyógyító férfi alak, isteni alak, Ízisz elhomályosodik. És ez egy pillanatnyi változás az anyajogúság és a pátriák határvonalán. Elindulunk egy új világba. Én Hedvanna, a neve nagyon érdekes, sokan először kimondani se tudják, de hogyha magyarul gondolkodunk, én ez a szó, hogy head, az angol nyelvben még mindig a fej. Én, tudjuk, hogy mi az én, head, Anna. Magába viseli Anna nevét. Még mindig az ősi Mezopotámiában vagyunk. Én, Kidu, én, Hedvanna. Ezek nem sémi nevek, ezek még a mi neveink. És ki volt? Főpapnő volt. Főpapnő volt. Hogy lehetett ő főpapnő?
Kik voltak a papnők egyáltalán? Herceg kisasszonyok, a királyi családokból, nemesi családokból mentek a nők, a fiatal nők, hogy tanuljanak, és papnők lettek, azért, mert ők már tudtak írni, olvasni. És hát, mint látjuk, én Hedvanna verselni is tudott. Csodálatosan. Badiny Jósferi bácsi azt mondta, hogy Mária, Jézus édesanyja, Pártus hercegnő volt, és ő is ugyanúgy nevelkedett, mint én Hedvanna. Nos, én Hedvanna olyan korra ébred, amikor az ő istennőjét, Inannát megpróbálják eltüntetni, mert bizony ő Akkád királynak a lánya, valószínűleg egyetlen leánya, fiúkról is van szó, de azokról sokat nem mond a fáma, őróla viszont igen. Az édesapja valahogy különlegesen vigyázott én Hedvánára. Sargon király, Akkád király nem akármilyen uralkodó volt, nagyon sok mindent írnak róla a történelemkönyvek, én rengeteg mindent olvastam, és arra a következtetése jutottam, hogyha ez a férfi fél évszázadig tudott úgy uralkodni, hogy egyben tartotta úrváros államot, akkor ő neki kellett valamilyen különleges tehetségének lenni, amit az emberek nem döntöttek meg, mert abban az időben bizony könnyű volt akárkit eltenni lábalól. Őt nem tették el lábalól, az elődjeit eltették lábalól. Milyen Sargonnak a származása? Király lesz belőle, hogy? Azt írják, hogy nem is volt királyi származású. Hát akkor ki volt? Hogy volt? Mi volt a múltja ennek a Sargon királynak? Hát képzeljétek el, az ő édesanyja papnő volt. És úgy is írják, hogy lehet, hogy ez a bizonyos fajta prostituált papnő volt, mert voltak olyan templomok, ahol a papnők szolgálták is a szerelem oltárát. Minden esetre, ha kisfiú született, azt odaadták valakinek, ha kislány született, ott maradt papnőnek. Hát Sargon király kisfiúnak született, és az édesanyja nem tudta megtartani. Beletette egy kosárba, mint Mózest, rátette a folyóra, aztán elment a vízbe a gyermek. Egy kertész kifogta, ez mind a agyaktáblákon van, onnan van lefordítva ez a történet. Felneveli, és hova megy Sargon, mint fiatalember, egyenesen a királyi várba. Egyenesen a király mellé, rögtön oda, ott megtalálja magát. Aztán jönnek ezek a borzasztó háborúk, hogy a mi népeinket, mezopotámiai sarjainkat, mint ahogy megírta a Biblia is, hogyha az ígéret földje a tejjel, mézzel folyó Kánaán, hát az az ősi Mezopotámia volt, tietek lesz, övék lett, úgy lett. A sémi népek bevonultak, és Sargon valahogy, nem tudom, hogy hogy, a királyi székbe kerül, úrváros állam királyi székébe, és ott megmarad majdnem fél évszázadig. Dolgok, amik megmaradtak róla, ilyenek, hogy nem egyezett az igazságtalansággal, tehát nagyon megpróbálta azt a bizonyos törvényt, ami nekik volt, betartani. Még egy dolgot nem szeretett, a gyermekek dolgoztatását. Olyan törvényt hozott, hogy egy gyerek 13 éves koráig nem dolgozhat, mint munkás. Segíthet, csinálhat dolgokat, de nem lehet munkás akárhol is.
És ezt be is tartották, tehát védte a gyerekeket, hogy a kicsi korukban valahogy csak fel tudjanak nőni, meg tudjanak. Ez egy emberi dolog én szerintem. Azon kívül egyfolytában háborúskodott a körülötte lévő népekkel, akik szintén be akartak nyomulni Úrváros államba, és sikeresen is, mert ugye ő ott maradt, fél évszázadig ott maradt királyként. Nos, ez alatt az idő alatt nagyon sok háború zajlott, és Enhedvanna, mint Nanna, no, ez nem ír. Nanna, holdisten, Nanna holdisten templomának volt a főpapnője. Na hát, ki hallott már holdistenről? Enhedvanna tudta, hogy holdisten nincsen, hogy a hold mindig az istennőjé volt. Maga az időszámítás is női. A 28 napos hónapok, amik a menstruációs ciklusokkal egyeznek. 13 tökéletes hold hónapunk van, ami szerint, hogyha élnénk, most itt a Földön rend lenne. Mert a rossz időszámításunk tönkretette a ritmusunkat. Tehát ez a női rend felbomlik, időszámításunk is felbomlik, és ez a Nanna, holdisten, egy kitalált dolog. Azért, mert kivették belőle az I isteni betűt, Inanna első hangját. Mit tesz Enhedvanna? Éli ezt a fantasztikus, kaotikus életet, és megpróbál rendet csinálni a szívében, a lelkében, és nem érti, hogy miért is van ez a meggyalázása az istennőnek. Nem érti meg. A bánatát, a kérdéseit és a kor megrajzolását minden gondjával, bajával, durvaságával versekben hátrahagy maga után. Az első, amit én angolból fordítottam le saját magam ezeket a verseket, nem tudok ékírást olvasni, egyenesbe fordítani, jó lenne, ha megtanulnám, de már nem hiszem, hogy odáig elérek. Minden esetre ez az angol fordítás az nagyon, nagyon jó, és a magyar nyelvre gyönyörűen át tudtam ültetni a verseket. És most akkor az ő verseink keresztül megismerjük ezt a világot. Az első vers a 22. templom himnusz, aminek az a címe, hogy Nansi Szirara temploma. Ó, ház! Nansi, te vad tehén, hozz fel jeleket itt a jóslatokhoz. Megjelensz gazdag öltözetben a hercegnő Szirara elé. Óriás és uralkodói hely ez, te álomnyitogató. Magasztos értéket kap asszonyunk Nansi szent helyén. Ki hatalmas vihart szül, erős, sötét vizet a tengerpartján,
s kacagása a vizekben ül. Hab játszik, játszadozik a hullámokban. Isteni Nansi, emelkedett hölgy. Ó, Szirara háza! Építetett e ragyogó helyen, és helyezte székét a te emelvényedre. Amikor ez a vers elhangzik, megnézitek ezt a pecséthengert, és látjátok ezt a fénybe emelkedést. Mert ez a Nansi, akiről itt verselt, senki más, mint Inanna. Ő neki az egyik beceneve. Elérkezünk egy másik pillanathoz, ahol Himnusz Inannához című verset fogom felolvasni, ahol tisztán és világosan imádja Inannát és az Istennőt. Minden erők asszonya, kiben megjelenik a fény, te sugárzó, imádott mennyben és földön, tiarával koronázott, papnője a leghatalmasabb Istennek, asszonyom, te vagy az óvója minden megszámlálhatatlannak. Kezeidben tartod a hét erőt, te emeled fel a létezés titkait. Ujjaidon függenek, összegyűjtöd őket, most összekapcsolod nyakékként, s szorított kebleidhez. Ha visszaemlékeztek, édesanyám ezt a pecséthengert említette a hattyúkkal, és itt van az a bizonyos 13. csillagkép. A hattyú, aki úszik a mennyek vizén, a 13., amely hiányzik az asztrológiai napkörből. Ugye mi a 12 házas asztrológiai kört ismerjük, az a napra van építve, a 13 pedig a holdra. Akkor valami történik. Jön a pusztítás és a pusztulás. Mit ír én Hadvanna? A pusztítás istennője. Mint a sárkány megmérgezted a földet. Amikor dühödet ontottad földanyánkra, mennydörgéseiddel. Nem élhet ott semmi, ami zöld. Árvíz ömlött a hegyekről. Te, Inanna, leghatalmasabb mennyben és földön, meglovagolod a szörnyet. Tűzzivatart ömlesztettél az emberek fejére. Vetted erődet a legfelsőbbtől. Követted parancsát a legfelsőbbnek. Asszonyunk az igazságért, ki értheti mindez? Mindez a tiéd. Megyünk tovább a megsemmisítésben. Lesújtott minden általad, ó szárnyas hölgy! Mint egy madár, turkálsz, falatozol a haldokló földről. Üvöltesz, mint egy erősödő vihar a csata élvonalában. Mennydörögsz a mennydörgésben, horkansz a dühöngő szélben. Lábaid nem pihennek. Sóhajok hárfáját cipeled, s a gyász zenéjét kileheled. Nézzétek meg ezt a pecséthengert, nézzétek meg ezt a káoszt, ezt a háborút, amit ott
megjelenítenek. Minden, víz, föld, minden káoszban. És akkor el tudjuk képzelni ugye ezt a fordulatot, amikor minden, ami addig rend volt, és a természet a szerető és természet tiszteletében élő embereket egyszer csak egy óriási vad a harci erő megsemmisít, tönkretesz. A háború után, a pusztítás után így sír Énhedvanna, kiátkozva. Szolgálatodban léptem először a Szent Templomba. Énhedvanna, én, a legfelsőbb papnő. Vittem a szertartási kosarat, dicséretedet dalolva. Most száműzve vagyok a leprások közé. Nappal jön, de a csillogása rejtett körülöttem. Árnyék takarja a fényt. Homokviharba burkoltan, gyönyörű ajkaim csak zavarodottságra nyílnak. Még az érzékiségem is por, por, por. Hát látjuk, hogy valami borzasztó dolog történhetett, és le lett sújtva arról a magas helyről, a háború eredményeként, a rombolás, a gyilkolás eredményeként. És valahogy felemeli magát ebből az alantas állapotból, ebből a zavarodott, félőrült állapotból. Lenyugszanak körülötte az erők, az elemek, és újra látja Inannát. És az utolsó vers, köszönöm, Inanna magasztalása. Nagyon csodálatos ez a pecséthenger itt, sok minden van rajta. És hogyha a verset halljátok, akkor talán meg is tudjátok érteni ezt a pecséthengert. Inanna magasztalása. Amit valaha Nannáról énekeltünk, legyen most újra a tiéd. Ha te oly fennkölt vagy, mint a mennyek, tudtára legyen mindenkinek. Ha te oly széles vagy, mint a föld, tudtára legyen mindenkinek. Ha te elpusztítod a felkelőket, tudtára legyen mindenkinek. Hogy te bebarangolod a földet, tudtára legyen mindenkinek. Hogy te ütéseket zuhogtatsz fejükre, tudtára legyen mindenkinek. Hogy te lakomázol a hullákon, mint a kutyák, tudtára legyen mindenkinek. Hogy a te pillantásod rájuk emelt, tudtára legyen mindenkinek. Hogy a te pillantásod villámló, tudtára legyen mindenkinek. Hogy te győzedelmes vagy, tudtára legyen mindenkinek. Hogy ez nem Nannáról szól, hanem rólad. Ez a te nagyságod. Te egyedül vagy a leghatalmasabb, ó asszonyom, mennyek imádottja. Elmondtam dühödet igazul, most, hogy papnőd visszatér helyére, Inanna szíve is hazatér. A nap jó jelben áll. Papnőd női szépségben gyönyörű ruházatot öltött, mintha az emelkedő hold fényében az istenek megjelennének illő helyeiken. A megnyílt mennyek ajtói kiáltják, üdv! Fohász a megsemmisítő erőnek, asszonyomnak, ki szépségbe öltözött.
Fohász érted, Inanna.